Itt vagyunk Gyöngyöspatán, amely város az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került. Az egész ország felháborodott azon a kúriai ítéleten, amely kártérítést állapított meg például olyan családnak is, olyan fiatalnak is, aki háromszor is megbukott az iskolában. Hát próbálja meg valaki az életét velük. Lopások van, mindig voltak. Délelőtt 11 órakor jártunk a gyöngyöspatai cigánysoron, ahol 4 gyermekes édesanyaként csak irigykedtem. Nem volt itt szegregáció. Ők saját magukat szegregálják. Az az igazság. Gyönyörű iskolát felújították, és akkor a jót nem lehet magyar családok kénytelenek vinni a gyerekeket mindenhová tanulni, mert nem lehet tőlük tanulni. Nem is akarnak tanulni, és most meg panaszkodnak, hogy nem tudnak elhelyezkedni. Hogy máshova járnak a magyar gyerekek? Igen. Más településekre? Persze. Hát 5-6 gyerek jár ide már csak. Gyöngyösre, 60-ban. Minden. És miért viszik el? Miért viszik el? Miért viszik el? Hát próbálja meg valaki az életét velük. Próbálja meg valaki az életét. Bántják a gyerekeket, vagy nem lehet haladni? Amit csak létezik, ezek mindent elkövetnek. Bántják hát. Az egyik anyuka panaszkodott, hogy ilyen tanárok mellett azt mondja, mint a mondott egy nevet, azt mondja, nem lehet tanulni, mondom, ne beszélj, az én fiamat is ő tanította, és diplomát kapott, képzeld el, mert akar tanulni. De aki nem akar tanulni, az nem is fog, mindegy, hogy ilyen tanár tanítja. Képtelenség. Itt van benne kocsony. 11 óra. És akkor hogy tudtak itt tanulni? Vagy... Hát hordják ki a papírokat, a tanárok kiküldik, megcsinálják az iskolába, itthon megcsinálják a leckét. Mondnál meg az idő! Egy hétköznap délelőtt 11 órakor jártunk a gyöngyöspatai cigánysoron, ahol 4 gyermekes édesanyaként csak irigykedtem. Arra irigykedtem, hogy már délelőtt 11 órakor készen vannak azokkal a feladatokkal bizonyára, amelyeket a pedagógusok küldenek nekik Gyöngyöspatán papír alapon. Nekem az elmúlt hónapokban nagyon ritkán sikerült az, hogy bár csak 2 gyermekem iskolás, de minden feladatot elvégezzünk 11 óráig. Kérdés azonban persze, hogyha a cinizmust félretesszük, hogy valóban sikerül-e nekik elvégezni ezeket a feladatokat, vagy a szeptemberi hónapot azzal kell kezdeniük az iskolában, hogy újra megtanulják mindazt, amit most kellett volna. Mert nem találhattam. Aztán lefújták az izét, mi nem mehetünk, mink is itthon. Ha mégis mentünk volna dolgozni. Nem adták az engedélyt, hogy nem mehetünk abba az izébe, területbe. Azt mondják, hogy ők meg mennyire szeretnének dolgozni. És hogy nem engedik. Ha meleg van, az innen nem jönnek. Ha hideg van, az innen jönnek. Vagy elalusznak, vagy még nincs a potálnak. Nincs vegyen a gazda reggelit. Úgy indulnak. Cigaretta nincs, reggeli nincs. Még akkor bemegyünk, elmegyünk a házához, mink ott állunk a buszba, hogy lehet azt idegileg bírni a gazdának, és akkor kell fel, de nem tudja még, hogy jöjjön-e dolgozni, vagy nem. Jöjjön-e ideje, 4:30-kor. Ott a bótnál, a WC-nál, a cigánt lát, mind nyugati buszokkal hordják a cigányokat dolgozni. Mind. Pestre, szőlőkbe mennek. Mind, hova? Mink abbélünk a munkába, mink is. Szia, mondják azt, hogy a cigányok nem akarnak dolgozni. Mind hazudtság, mind félrevezetés az emizéknek itt. Nem volt szegyilkosság. Vannak lopások, van, mindig voltak. Egy-két család van, de van magyarokban is, akik lopnak. Romákban is. Egyszerűen lecsöpnek a járdán, a kis hídon ott állnak napközben. Hiába csináltak nekik játszóteret, hogy ott játszanak. A dohánybolt, a loptózó, a kaparós sorsjegy, ez megy meg a kábítószer. Mink is emberek vagyunk, jó van, szegények vagyunk, minden, de mink is a munkába, nem a segélyből. Ők kapnak ám segélyeket, meg élelmiszertámogatást, minden. Becsöndetnek. És akkor a sajtot akarja a kapu tetején beadni, meg rántott csirke szárnyat, csak ki kell sütnöm, ilyeneket mondom, figyelj, azért kaptátok, hogy egyétek meg. Bakancsot? Ne adjátok vagy el. Új bakancsot ez a... Én nem kapták, az Emma Álmán árolta 15 000 forintos bakancsot, azt mondja, kapták a tanácsnak, és erre árolják. Igen. 5000 forintig, mert nincs pénz. Kapnak ilyen adományokat, azt már viszi is a falu be, és szóval árulja. Katasztrófa.
elkeserítő. És hogyha nem veszünk meg, akkor mindent mondanak rá. Mindent. Már román dolgozok, csak átülünk be. Tavaly jártam még Mocsánba, ugye, 80 évesen, hoppá. És akkor járt itt egy házaspárnál. Mit fizetnek maguk annyit? Azt mondja, még mondja magyarán, vizet lopja, vagy vizet hordja a csapró, az áramot lopja, akkor mit kell? A fát megszerzik az erdővű, vagy a humban gyümölcsfa? Mint ismeretes, a kúria nagyjából 100 millió forint összegű kártérítést ítélt meg gyöngyöspatai cigány családoknak iskolai szegregáció miatt. Mindenre azonban nem csak a rossz bírói gyakorlat miatt volt lehetőség, hanem azért is, mert a jogszabályok, a törvények ezt lehetővé teszik. A Fidesz sem változtatott azon a gyakorlaton az elmúlt 10 évben, amely lehetővé teszi azt, hogy a szegregáció leple mögé bújva ezeket az összegeket megkaphassák ezek a családok. A Mi Hazánk mozgalom szerint a szegregációt nem megszüntetni, hanem törvényesíteni, bevezetni kellene, hiszen az elmúlt 30 évben igazságtalan volt az a gyakorlat, miszerint a tisztességes családoknak kellett elvinni a gyermekeiket más iskolába, ha biztonságban akarták őket tudni. Ez tűrhetetlen. Össze vannak fogva a szülők, és akkor egyik nap egyik viszi, másik viszi, vagy itthon vannak gyesen, és akkor négyen összefognak, és akkor mindig mennek értük a gyerekekért Gyöngyösre viszik őket általában. És délután hozzák őket bizony. A én orkolom is Szülcsibe jár, és nagyon jó neki. Jó. És itt laknak Gyöngyöspatán? Igen. És el kell menni. Igen. És ez a családnak ezt hogy tudják megoldani, hogy máshova viszik? Hát kocsival. Igen. És akkor a szülők még a munka előtt, akkor még elviszik a gyereket. Igen. Reggelről, utána mennek dolgozni. Igen. És munka után még át kell menni? Nem, még megint át kell menni. Az igen. És ők követelődzenek, igaz-e? Mivel hogy a paraszt gyerekek meg máshol járnak, akkor ők is követelődzenek, nem? Itt látható mögöttem a Nekcsei Demeter általános iskola, amelynek az igazgató asszonyával is sikerült beszélgetnünk az elmúlt percekben. Ki kell emelnem azt az elkötelezettséget, amellyel itt is a pedagógusok ezekhez a megváltozott körülményekhez alkalmazkodtak, és igyekeztek a gyerekeket bevonni a tanulásba más módszerekkel is. A digitális oktatásnak a kormányzati sikerpropaganda ellenére azonban itt egy papíralapú változata valósul meg, tehát gyakorlatilag a gyerekek alsó tagozatban legalábbis papír alapon kell, hogy visszahozzák a feladatlapokat, amelyeket megkapnak a tanároktól. Nem beszélhetünk tehát arról, hogy Magyarország készen állna minden egyes pontján a digitális oktatás bevezetésére, sőt, sajnos azt láthatjuk, hogy ennek az elmúlt 2 hónapnak a hatása az oktatásban biztosan az lesz, hogy az eddig is megvolt rendkívül nagy különbségek fel fognak erősödni. Magyaroknak kénytelen volt elvinni, elvitték a gyerekeket, holott 2-3 van, és azt minden reggel érte menni, minden vinni. Minden reggel viszik bizony. És ők a... És gyönyörűen ők a Janik, vagy hogy nevezzen. Ők a valaki. Ki kell mondanunk azt, hogy azoknak a magyar családoknak az érdekei az elsők, akik tisztességgel, munkára és tanulásra nevelik a gyermekeiket. Igazságtalan az a gyakorlat, hogy nekik kell elmenekülniük, nekik kell a gyerekeiket más iskolába vinniük, vállalva ennek a plusz terheit, mind anyagilag, mind a család élete szempontjából. A Mi Hazánk a tisztességes családok oldalán áll. Én azt mondtam, hogy a magyar gyerekek maradnának itthon az iskolában, őket buszra ültetni, és akkor elvinni. Az már megint szegregáció. Hát tudom. Az már megint nem jó. Pillanatok alatt elfogy ez a pénz, hogyha megkapják. Mire fogják költeni rögtön? A kábítószertől kezdve minden van. Minden, amit csak költözik. Fidesz arra büszke, hogy megszüntette a szegregációt Gyöngyöspatán. Erről beszélt például Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója is. 3. 2013. január 1-én vette át az állam az önkormányzattól az iskola üzemeltetését, és a szegregáció gyakorlatát azonnal megszüntette. A Mi Hazánk szerint a szegregációt nem megszüntetni kellene, hanem törvényesíteni. Ez lenne egy valódi, igazságos megoldás. Akkor szűnne meg a feszültség, hogyha végre kimondanánk, hogy nem az a szemlélet uralkodik az iskolákban, ami az elmúlt 30 évben jellemző volt, hogy a tisztességes családoknak kell odébbálniuk, elvinniük a gyerekeiket más iskolákba, más településekre, hanem azokat emelnénk ki a közösségből, akik képtelenek abba beilleszkedni. A Mi Hazánk tehát az egyetlen párt, amely megszüntetné
ezt a gyakorlatot, és bevezetni, törvényesíteni a szegregációt az oktatásban.